Következő híradásunkban folytatjuk tehetséges karcagi diákok bemutatását. Ma Décsei Erzsébettel beszélgetünk. Üdvözlöm Décsei Erzsébetet, a György István Katolikus Általános Iskolának a pedagógusát. Arra kérem, hogy néhány mondatban mutatkozzon be, és mutassa be azt a versenyt, amelyben részt vesz kis tanítványával. György István Katolikus Általános Iskolában dolgozom, pedagógusként, tanítónéniként, és egy kis diákomat szeretném most bemutatni önöknek. Ő kis Lia, aki az osztályomba jár, második osztályos kislány. Nagyon érdekesen kezdődött a tanévünk, vártam a gyerekeket tavaly. Bizony érkezett egy édes kis csöpcsig, csendes volt, szerény és visszafogott, alig lehetett hallani a hangját. Mára azért egy határozottabb, fellépésű, magabiztosabb, szorgalmas kisdiákká vált, aki egyre tehetségesebb. Egyre inkább észrevesszük, hogy mik az erősségei, és ezekre építve bizony fejlődik az ő személyisége. Tanítónénieként nagy öröm volt számomra, hogy segíthettem tehetségek kibontakoztatásában, és láthattam, hogy egyre magabiztosabbá válik, és sikerei hatására. Hiszen ennek a befektetett munkának a gyümölcsét mindig le lehet aratni, és ez mindig érződik, és kitartása és szorgalma mindenki számára példaként szolgál az osztályban is, és mindannyiunk számára. Már az előző tanévben nagyon sok versenyen részt vett, és szerepelt több versenyen. Először a Dériné Kulturális Központ Népmesenapja alkalmából meghirdetett rajzversenyen, ahol külön díjas lett, a Dériné Kulturális Központ Jégvirág Városi Mesemondó versenyén ezüst minősítést kapott, majd a Városi Adventi Rajzpályázaton első 4 év folyamon szintén első helyezést ért el. Iskolánk által meghirdetett Hozzunk létre Györfi Galériát rajzversenyen Aranyceruza díjban részesült. Szintén az iskolánk népdaléneklő versenyén Aranytorkú Kismadár minősítést kapott, majd az ezt követő Kiskulcsosi Iskola által megrendezett népdaléneklő versenyen már városi első helyezést ért el. A Hebe Kft. Versenyein kezdett el versenyezni, az őszi olvasó versenyen vett részt először, amikor tanulta az olvasást magát, ezen a versenyen 3. helyezést ért el. Majd az Agrárminisztérium földnapja országos rajzpályázatán kiállításra került rajza, illetve a Hortobágyi Nemzeti Park által kiírt játékos Hortobágy levelezős versenyen, csapatversenyben 7. helyezést értek el 2 másik társával együtt. Aztán újra a Hebe Kft. Olvasóversenye következett számára nyáron, édesanyjával együtt neveztek és 5. helyezést sikerült elérnie ebben a nagyon komoly versenyben. Mindez nem elég, ahogy kezdődött az iskola, már is hozott nekünk jó híreket, szolgált jó hírekkel. Szeptemberben szintén a Hebe Kft. Meghirdetett a Népmese napja alkalmából egy rajzpályázatot, ezen ő 3. helyezést ért el, és még mindig a Népmese napjához kapcsolódóan egy online mesemondó versenyen 2. helyezést szerzett. Mikre készül még az idén a kislány? Ebben a tanévben lesz még néhány tanulmányi verseny és művészeti verseny is. Igyekszik sokan részt venni. Tanulmányi versenyek közül a Harmadcsepp Katolikus Általános Iskolák versenyén szerepelő is, magyar irodalom, magyar nyelv és tantárgyakból, illetve a Hebe tanulmányi versenye az, amit ő nagyon megkedvelt, ebből 3 tantárgyból is szerepelni fog, olvasásból, nyelvtanból és angol tantárgyból. Van egy jégvirágmesemondó verseny ugye a városban, amire szintén készülünk, majd szeretnénk eredményesen szerepelni, illetve elkészült már és benyújtotta a munkáját a Hortobágyi Nemzeti Park által kiírt alkotópályázatra, amin egy gyönyörű szép gólyát készített, madárvonulás témában kellett valamit alkotni. Hát minket ezzel teljesen elvarázsolt, úgyhogy nagyon szurkolunk neki, hogy a zsűri is hasonlóan gondolkodjon majd. Ennek még eredményét nem tudjuk. Lesz egy eredményhirdetés, ahol kiválasztották a munkáját egy rajzverseny kapcsán, ahol valamilyen díjazásban részesül, úgyhogy még drukkolunk a mai napon is, hogy mi is lesz az konkrétan. Úr is felencsérítő, de kész korszakom. Mi nagy család vagyunk. Apu, anyu és még sokat gyermeket. A nagy testvéreim kamaszok, a kis testvérem most éppen nagy korszakban van. Én semmilyen korszakban nem vagyok, sajnos.
Agyú, azzal vigasztal, hogy néhány év, én is kamaszkorba kerülök. Alig várom. Ajaj, ajajaj. Sóhajt hosszan és elnyújtott hangon. Anyu, megkérdeztem anyut, hogy apa most éppen milyen korszakban van. Azt mondta, apa eleje telében lévő középkorú férfi. Ezt én nem értem pontosan, de ahogy én ismerem apát, biztosan azt jelenti, hogy van mások gyermekkel és sok-sok összhajszála is. Ezek szerint a nagybátyám még nincs eleje telében, mert csak egy gyermeke van, őszhajszála, egy csincs. Az az egyszem gyermeke is csak picúr csecsemő. Ez a csecsemőség is elég különleges rossz. De nem érdekel annyira, mert ezen én már túl vagyok. Nagyon szeretném, ha apa még sokáig ilyen maradna, mert hogyha megkérdezik a barátaim, hogy milyen az én apukám, azt válaszolom. Eleje telében lévő középkorú férfi, és sok őszhajszála is. Panna elmeséli, hogy az ő apukája vállalkozó, két kocsia van, örökölt egy házat, és most ezt a kólybútort. Én nem igazán tudom, hogy apa hol is dolgozik, házunk van, kocsink is van, de apa szerint a kocsi régi ócskacsak. És a házat is fel kéne újítani, irigyeltek a barátaim, és én nagyon büszke voltam. Mert az összes apu közül csak az én apukámnak van ereje telje és középkora. És egyik gyerek apukájának sincs őszhajszál. Az enyémnek még az is van, nem is egy. A kislány nagyon ügyes úgynevezett labbukokat készít, vagy szokott készíteni. Tanárnő, mesélje már nekünk arról, hogy mi is ez pontosan, mert ez egy újszerű dolog, én úgy gondolom, és hogy ennek mi a menet, ennek az elkészítésének, ez versenyhez kötötte, meg egyáltalán a hátteréről ennek a labbuknak. Mi is az a labbuk? Hát a labbuk az egy nagyon érdekes kis könyvecske, tulajdonképpen olyan, mint egy album. Ezt a gyerekek önmaguk készítik, nagyon sok kreatív munkát igényel, egy-egy témában lehet labbukot készíteni, nagyon gyakran könyvek kapcsán készülnek labbukok, de felhasználható bármilyen tantárgyban az iskolában is, én is nagyon kedvelem. Ebben a labbukban nagyon sokat tanulmányozzák a gyerekek az adott témát, elmélyednek benne, és az őket körülvevő világból, ról az adott témában nagyon sokat megtudhatnak. Mindezt játékosan, olyan kézműves tevékenység közben, amit amúgy is élveznek, és nem tűnik így a tanulás sem olyan fárasztónak és nehézkesnek, mint egyébként sokkal érdekesebb. Nagyon alaposan elmélyíti a tudásukat ebben a témában, és bizony rengeteg készséget, képességet fejleszt.